Ukrajna nem vesz fel hitelt Oroszországtól gázvásárlásra. Eduard Savicki, energiaügyi miniszter kijelentette, hogy Kijev és Moszkva egyéb megegyezésre jutott, azonban nem pontosít. Azt, hogy Ukrajnának hitelre volt szüksége gázvásárláshoz, 2013. augusztus végén derült ki. Korábban 2 milliárd dollár összegű kölcsönről esett szó, amelyből Kijev 5 milliárd köbméter földgázt akart vásárolni. Ezek a tartalékok garantálták volna az Európába való akadálytalan gázszállítást. Az utóbbi években Ukrajna egyre inkább megpróbálja az Oroszországtól való függőségét csökkenteni azáltal, hogy Európától vesz földgázt. A beregszászi református templom adott otthont a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségének. A rendezvény Szikora József rektor ünnepi köszöntőjével kezdődött, aki beszédében azt hangsúlyozta, hogy a tudás egyfajta fegyver, ezért, mint mondta, össze kell tartani, tisztelni kell egymást, óvni kell a hagyományokat, meg kell védeni az anyanyelvet, mert csak így lehet megmaradni magyarnak Kárpátalján. Ünnepi köszöntőjét Széchenyi István szavaival zárta: jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen. Potápi Árpád, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy a külhoni intézményekkel egyetemben a Rákóczi Főiskola a magyar kormány számára megkülönböztetett figyelemben részesül, melynek bizonyíték a többek között Orbán Viktor miniszterelnök tavaszi látogatása. A kormányfő áprilisi kárpátaljai útja során szándéknyilatkozatot írt alá a főiskola vezetőivel, melynek értelmében az intézmény idén 500 millió, jövőre pedig 300 millió forint támogatást kap a magyar államtól a főiskola felújításának befejezésére, valamint új szakok indítására. A Rákóczi Főiskola, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a magyar kormány stratégiai partnere, hiszen egymaga látja el mindazt a feladatot, amelyet Magyarországon számtalan egyetem és főiskola betölt. Ez a főiskola a Kárpát-medencei magyarság életében, és nyilván az itteni a kárpátaljai magyarság életében felbecsülhetetlen, hiszen gyakorlatilag ez tartja meg az itteni fiatalságot magyarnak, és nem csak kulturális és oktatási területen a legfontosabb, hanem a mindennapi életben is a legfontosabb ez az intézmény. Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerint Ukrajnát gazdasági katasztrófa fenyegeti, ha aláírja az Európai Unióval a társulási szerződést és a szabadkereskedelmi megállapodást. Amennyiben ez mégis megtörténik, az orosz-ukrán gazdasági együttműködés minimálisra csökken. A megállapodás aláírása az ukrajnai gépipar csődjét fogja jelenteni, jelentette ki Szergej Glazjev, az orosz elnök tanácsadója. 25 éves a hungarológia. Rendhagyó kiállítás keretein belül pillanthattak be az érdeklődők Lizanec Péter professzor tudományos munkásságába az Ungvári Hungarológiai Központ alapításának 25. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen. Az ünnepi eseményen ülésezett a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság is. A szervezetnek jelenleg 36 professzor és 46 kandidátus a tagja. Lizanec Péter tudományos munkái 30 kötetben láttak napvilágot. Új vezetője van a Csapi Vámhivatalnak. Szerhij Harcsenko eddig a csempészés és a vámszabálysértések elleni osztály élén állt a kijevi vámhivatalban. Csapi elődjét, Olekszanat Pohilkót pedig áthelyezték a fővárosba. Beindulhat a mezőgazdaság Csernobilnál. Néhány gazdaság már megkezdte az atomerőmű balesete miatt 25 éve parlagon heverő termőföldek művelésbe vonását, jelentette az ukrajnai média. A nukleáris katasztrófa előtt lent termesztettek Csernobil környékén, most főként búzát, kukoricát, napraforgót, rost és dabot készülnek vetni. Az első termést 2 év múlva takaríthatják be, de a gazdák készek várni, és a jó termésre számítanak. Viktor Janukovics elnök az erőműben tett látogatásakor kiemelte annak fontosságát, hogy átfogó terv szülessen a katasztrófa sújtotta termőföldek rehabilitációjára.